Szép napot kívánok mindenkinek! Ebben a videóban a teljes függvényvizsgálatot szeretném megmutatni egy polinom függvényen. Ez a függvény pedig legyen az fx egyenlő x a köbön mínusz 3x függvény. Először is ugye a teljes függvényvizsgálatnak aránylag sok lépése van, ezeket a lépéseket fogjuk sorba menni. Először meghatározzuk az értelmezési tartományt. Mivel a függvény hozzárendelési szabályában se tört, se gyök, se logaritmus nem szerepel, így nem kell feltételeket írnunk, vagy kikötést tennünk, ez azt jelenti, hogy az értelmezési tartománya valós számok halmaza. A második lépés az értékkészlet, ezt sajnos egyelőre még nem tudjuk megmondani, majd csak azután, miután ábrázoltuk ezt a függvényt. A harmadik a zérus hely. A zérus hely az a megbeszéltek alapján a függvény hozzárendelési szabályát egyenlővé tesszük nullával, és az így kapott egyenletnek a megoldásai lesznek a zérus helyek. Ugye ez egy harmadfokú egyenlet, és középiskolában harmadfokú egyenlet megoldóképetét ugye nem tanuljuk. Ez nem jelenti azt, hogy ezt az egyenletet nem kell tudni meghatározni. Alapvetően arról van ugye szó, hogy ezt a kifejezést szorzattá lehet alakítani, x-szer x négyzet mínusz 3, és egy szorzat akkor nulla, hogyha a szorzat valamelyik tényezője nulla, tehát az egyik gyök az a nulla, a másik esetben pedig x négyzet mínusz 3 egyenlő nulla, x egyenlő lassítsunk, x négyzet egyenlő 3, azaz x egyenlő plusz-minusz gyök 3. Ha nagyon fontos, hogy ne felejtkezzünk el arról, hogy itt egy plusz-minusz előjel is keletkezik, ha valaki nem biztos magában, akkor inkább használja a számológépnek a másodfokú egyenlet megoldó funkcióját, ennek az egyenlet, vagy a megoldó képletet, ugye ennek az egyenletnek a megoldását ez nagyon egyszerűen el fogja végezni. Negyedik lépés a paritás vizsgálat. Paritást ugye analitikusan vizsgáljuk, hiszen nincsen függvényképünk, úgyhogy meghatározzuk az f-x-et. Ez azt jelenti, hogy az x helyére a függvényben mindenhova -x-et fogunk helyettesíteni. Kapunk egy olyat, hogy -x a köbön, mínusz 3-szor -x. Itt elvégezzük az elvégezhető műveleteket, felbontjuk a zárójeleket, és akkor azt fogjuk kapni, hogy -x a köbön plusz 3x, amit, hogyha egy kicsit jobban megnézünk, akkor azt látjuk, hogy ez mínusz egyszer x a köbön mínusz 3x, azaz gyakorlatilag mínusz fx, tehát a függvény mínusz egyszerese. És ugye a definíció alapján, hogyha az f mínusz x megegyezik a mínusz fx-el, akkor ez a függvény páratlan. Ebből már az is következik, hogy ha a függvényt elkezdjük rajzolni, akkor majd egy olyan ábrát szeretnénk kapni, ami az origóra szimmetrikus. Ötödik, periodicitás. Hát ugye a periodicitás az nagyon egyszerűen vizsgálható, ebben a függvényben nincsen semmilyen periodikus függvény, tehát azt mondjuk, hogy nem periodikus. A hatos a határérték. Ugye a határértéket vizsgálni kell az értelmezési tartomány végpontjaiban és a szakadási helyek mindkét oldali környezetében. Ha megnézzük, az értelmezési tartomány ugye a valós számok halmaza volt, ez azt jelenti, határérték. Ez azt jelenti, hogy most jelen esetben kettő darab határértéket számolunk. Az egyik az limes x tart plusz végtelenbe, x a köbön mínusz 3x, a másik pedig limes x tart mínusz végtelenbe, x a köbön mínusz 3x. Nézzük már, jól csináltam? Igen. Ez azt jelenti, ugye a függvénynek ebben a két pontban kell meghatározni a határértékét. Ezt úgy csináljuk, hogy úgy fogunk eljárni, mint ahogy a sorozatoknál eljárnánk, azaz kiemeljük az x a köbönt. Limes x tart plusz végtelenbe, x köböt kiemelünk, ugye ez a leggyorsabban növő tag, a legnagyobb hatvány kitevőjű hatvány, és azt kapjuk, hogy 1 mínusz 3 per x négyzet. És akkor ugye ez a 3 per x négyzet, ha az x végtelenbe tart, akkor ez nullához tart. Ez a x a köbön, ez plusz végtelenbe tart. Éppen ezért ennek a függvénynek plusz végtelenben a határértéke plusz végtelen lesz, hiszen ez a rész az 1-hez tart, és egyszer plusz végtelen az plusz végtelen. Ugyanezt megcsináljuk a másik esetben is, a mínusz végtelennél, x köb szorozva 1 mínusz 3 per x négyzettel, ugye ez továbbra is nullához fog tartani, ez az egész ugye 1-hez fog tartani, ez pedig, mivel páratlan kitevőjű hatvány, ezért mínusz végtelenhez fog tartani, tehát mínusz végtelenben a függvény határértéke mínusz végtelen. Vizsgáljuk az első deriváltat. Ugye az első derivált az 3x négyzet mínusz 3, ennek meghatározzuk a zérus helyeit. Ugye 3x négyzet mínusz 3 egyenlő 0,
x négyzet egyenlő 1, x egyenlő plusz mínusz 1. Nem is foglalkozunk vele semmi tovább. 8-as, meghatározzuk a második deriváltat, ugye ez 6x, és meghatározzuk a második derivált zérus helyét, ugye 6x egyenlő 0, x egyenlő 0. Ezután elkészítjük a táblázatot, illetve megcsináljuk a számegyenest, nyilván először a számegyenest, és utána a táblázatot, és akkor, ugye 9-es ez lesz a táblázat, de először csinálunk egy számegyenest, és ugye a következőképpen csináljuk ezt a számegyenest. Először is nem rajzolok semmit. Először megnézzük, hogy van-e szakadási hely. Nincs szakadási hely, tehát itt nem jelölök semmit. Aztán a függvény zérus helyei 0 plusz gyök 3 minusz gyök 3, tehát bejelölöm a nullát, a mínusz gyök 3-at és a plusz gyök 3-at. Jelleghelyesen csak, tehát nem pontosan nem méricskélek semmit. Aztán megnézzük az első deriváltnak az zérus helyeit, ami plusz 1 és mínusz 1. Itt nem árt, ha tudjuk, hogy a mínusz 1 és az 1, az a gyök 3-nál, a mínusz 1 az mínusz gyök 3-nál nagyobb, az 1 az pedig a gyök 3-nál kisebb. És megnézzük a második derivált zérus helyét, ami ugye a nulla, de ez már be van jelölve. És akkor azt csináljuk, hogy minden pont fölé teszünk egy üres karikát, ezeket a pontokat összekötjük, és ugye külön fogjuk vizsgálni magukat a pontokat, és egy olyan táblázatot fogunk csinálni, ami úgy fog kinézni, hogy lesz nekünk egy x-ünk, lesz egy első derivált, lesz egy második derivált, meg lesz egy f, itt lesz a második derivált, itt pedig az fx. Az fx-nél azért hagytam többet, mert ugye három sort fogunk írni. Először is lesz egy olyan intervallum, hogy mínusz végtelen mínusz gyök 3 nyílt intervallum, aztán lesz a mínusz gyök 3 pont, aztán mínusz gyök 3 mínusz 1 nyílt intervallum, mínusz 1 pont, mínusz 1 nulla nyílt intervallum, nulla pont, nulla 1 nyílt intervallum, 1 pont, 1 gyök 3 nyílt intervallum, gyök 3 pont, és gyök 3 plusz végtelen nyílt intervallum. Ugye itt mindenhol az a lényeg, hogy megnézzük az adott pont, adott két pont közötti intervallumot, és utána megyünk tovább mindig a nagyobbik vég felé, és így kapjuk meg ezt a táblázatot. Ugye ez a táblázat a számegyenes alapján is nagyon könnyen leolvasható, hiszen megyünk szépen sorba balról jobbra, ugye mindig először van a nyílt intervallum, utána pedig a nyílt intervallumnak a végpontja, és akkor ezzel készen is vagyunk, gyakorlatilag megcsináltuk a táblázatot. Hát még itt ezt lezárjuk. Ez már csak ilyen csinosítás, ennek túlságosan nagy jelentősége nincsen. Nem is lett szép amúgy. Ja. Nos, kezdjük azzal, hogy első derivált. Ugye megnézzük először is az első derivált zérus helyét plusz 1, mínusz 1. Ez azt jelenti, hogy az első deriváltnál plusz 1-hez és mínusz 1-hez nullát rajzolunk, vagy nullát írunk. Ezután a boltszámú tételt felhasználva veszek egy olyan számot, ami a mínusz 1-től kisebb, tehát itt van valahol. Ez mondjuk legyen a mínusz 2. Fogom a mínusz 2-t, behelyettesítem az első deriváltba. Mínusz 2 a négyzeten az 4, 3-szor 4, 12, 12-ből 3 az 9. Ez egy pozitív szám, ez azt jelenti, hogy a boltszámú tétel alapján itt a függvény deriváltja mindenhol pozitív lesz. Megcsinálom ugyanezt mínusz 1 és 1 közötti számmal, például a nullával. Ha a nullát helyettesítem, akkor 3-szor 0 a négyzeten az 0, mínusz 3 az mínusz 3, tehát itt ez negatív lesz. És egy egynél nagyobb számmal a 2-vel, 3-szor 2 a négyzeten mínusz 3 az továbbra is 9, tehát itt megint pozitív lesz. Itt a diákok nagyon sokszor azt szokták elfelejteni, hogy attól, hogy a nullának az egyik oldalán a derivált vagy maga a függvény pozitív, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy itt a függvény előjelet vált. Tehát ezeket a helyettesítéseket mindig csináljuk meg, nehogy az legyen belőle, hogy elnéztük, mert utána a függvényt nem fogjuk tudni normálisan megrajzolni. Második derivált, megnézem a második derivált zérus helyét, ez a nulla. Bejelölöm a második derivált zérus helyét nullához. Veszek egy nullánál kisebb számot, ugye ebből az egész intervallumból, boltszámú tétel alapján, mondjuk a mínusz egyet, de helyettesítem negatív számot kapok, bocsánat, másik irányba, tehát itt ez mind mínusz lesz. Illetve, ha egy pozitív számot helyettesítek a második deriváltban, mondjuk plusz egyet, akkor pozitív számot fogok kapni, tehát
Készen vagyunk. Ezután a tanult tételeket felhasználva, ahol az első derivált pozitív, ott a függvény szigorúan monoton nő, ahol az első derivált nullára nem írok még semmit, ahol csökken, vagy ahol negatív az első derivált, ott a függvény szigorúan monoton csökken, itt megint pozitív, szigorúan monoton nő. Ahol nulla az első derivált, ott lehet szélső érték. Ugye szélső érték akkor van, hogyha abban a pontban, ahol az első derivált nulla, előjelet vált a függvény, ugye a már a derivált függvény, a derivált függvény ebben a pontban vált előjelet, tehát itt van neki szélső értéke, SE, és mivel pozitívból negatívba megy, ezért ilyen domb keletkezik, az azt jelenti, hogy maximuma van. Egyébként, meg ugye a tanult tételek alapján, ha az első derivált nulla és a második nem nulla, akkor a függvénynek szélső értéke van, mégpedig, ha a második derivált negatív, akkor ez a szélső érték maximum. Megnézem ugyanezt a másik zérus helyénél a első deriváltnak, ott is szélső értéke van, ott viszont vagy a menet alapján, vagy a második derivált pozitív volt alapján, itt minimum van. Ezután megnézem a második deriváltat. Ugye a második deriváltról azt kell tudni, hogy a konvex-konkáv szakaszokat határozza meg. Ha a második derivált negatív, akkor a függvény szomorú, azaz konkáv. Ahol pozitív, ott vigyorog, azaz konvex. És ahol nulla a második derivált, ott megvizsgálom, hogy van-e inflexiós pont. Ugye ez azt jelenti, hogy megvizsgálom, hogy a második derivált ebben a pontban vált-e előjelet. Itt vált előjelet, tehát itt inflexiós pontja van a függvénynek. Ezután megnézem az eredeti függvényemnek a zérus helyét, 0 plusz, 3, plusz gyök 3 és mínusz gyök 3, és akkor a mínusz gyök 3-hoz, a nullához, meg a plusz gyök 3-hoz nullákat írok, és ugyanúgy a Bolzano tétel alapján megnézem, hogy a függvény milyen előjelű, csak azért, hogy tudjam, hogy az x-tengely alatt vagy fölött helyezkedik el. Ez azt jelenti, hogy ugye x köbb mínusz 3x volt a függvény, ha veszek egy mínusz gyök 3-nál kisebb számot, ami mondjuk a mínusz 2, és a hozzárendelési szabály x köbb mínusz 3x, akkor mínusz 2-nek a harmadik hatvány az mínusz 8, mínusz 3-szor mínusz 2 az plusz 6, ez negatív lesz. Mínusz gyök 3 és 0 között van mondjuk a mínusz 1, mínusz 1 a köbön az mínusz 1, mínusz 3-szor mínusz 1 az plusz 3, ez pozitív lesz. 0 és gyök 3 között mondjuk az 1-et, 1 a harmadikon az 1, 3-szor 1 az 3, 1-ből 3 az negatív szám lesz, és mondjuk 2-nél ott megint pozitívat kapok, ha behelyettesítek. Na és akkor most jöttünk el, vagy most jutottunk el a legnehezebb részéhez a dolognak, mégpedig ahhoz, hogy megrajzoljuk ennek a függvénynek a képét jelleghelyesen ábrázoljuk. Ugye felveszük az X és az Y tengelyt, és bejelöljük azokat a pontokat, ahol valami történik a függvénnyel, ugye ez a mínusz gyök 3, a mínusz 1, az 1, bocsánat, kicsit arrébb teszem, azért legyen valamennyire szimmetrikus, az 1 és a gyök 3. Ugye ezeket a számokat innen a számegyenesről is, vagy a táblázatból is ki lehet olvasni, és azzal kezdem, hogy határérték. Ugye a határértéket mínusz végtelenben azt mondtuk, hogy mínusz végtelenben a függvény határértéke mínusz végtelen. Ez azt jelenti, hogy ha az x-el mínusz végtelenbe tartok, akkor a függvény értékek a mínusz végtelenbe tartanak, tehát innen fogom kezdeni a függvényt megrajzolni. És azt mondom, hogy ez a függvény szigorúan monoton nő és konkáv. Ez azt jelenti, hogy innen úgy fogom húzni a függvényt, hogy szigorúan monoton növekvő és konkáv. A mínusz gyök 3-nál, ugye ezt innen látod, mínusz gyök 3-nál zérus helye van a függvénynek, azaz metszeni fogja az x-tengelyt, de továbbra is szigorúan monoton nő, és továbbra is konkáv. Egészen a mínusz 1-ig, ahol lesz neki egy szélső értéke, egy maximuma, itt van neki maximuma, innentől kezdve a függvény csökkenni fog, de még mindig konkáv. Nullánál kettő dolog fog vele történni, a nullánál lesz neki egy inflexiós pontja és egy zérus helye, innentől elkezd tovább csökken, de már konvex csökken. Egynél van neki egy zérus helye, plusz egynél van neki egy szélső érték, egy minimuma, és elkezd növekedni. Gyök háromnál metzi
az X-tengelyt, átmegy rajta, hiszen utána pozitív lesz, és továbbra is növekszik, bocsánat, kicsit mellé ment, így, és még ellenőrzöm, hogy amúgy plusz végtelenben a határértéke plusz végtelen, ez azt jelenti, hogy ha X-el tartok a plusz végtelenben, akkor a függvényértékek a plusz végtelenben mennek, tehát ez a függvény így fog kinézni. Ezután, ha ez megvan, megmondom, hogy mi az értékkészlet. Ugye, hogyha ránézünk erre a függvény grafikonra, akkor azt látjuk, hogy ez a függvény minden valós számot felvesz értékként. Tehát a valós számok halmaza lesz az értékkészlet. Megmondom a korlátosságát. Ugye sem alulról, sem felülről nem korlátos. Megmondom az invertálhatóságát, ugye nem invertálható. Ezt is a függvény grafikonja alapján tudom eldönteni, hiszen ugye az invertálhatóság az arról szólt, hogy tudok-e úgy húzni, bármely x-tengellyel párhuzamosan húzott egyenes, legfeljebb egyszer metszi a függvény grafikont, tudok olyat húzni, ami nem egyszer metszi, tehát nem invertálható, és a 13-as, a folytonosság, ez a függvény folytonos. Hát, nem sikerült leírni. Nos, ez volt egy polinom függvény teljes függvényvizsgálata. Ebben a videóban ezt szerettem volna megmutatni. Köszönöm szépen.